A Ganz mozdony és vagongyár közel 150 éves története 1844-ben kezdődött, amikor Ganz Ábrahám, egy svájci születésű mesterember, Budán megalapította saját öntödéjét. A kis öntöde gyors fejlődésnek indult, és nemzetközi hírnévre tett szert a kéregöntésű vasúti kerekek gyártásával. A Ganz öntöde kerekét Európa számos vasútja használta. A vasúti járművek gyártása 1869-ben kezdődött. Azóta több mint 10 000 mozdony és 96 000 vasúti kocsi hagyta el a gyárműhelyeit. A gőzmozdonyok korszakának alkonyán a Ganz korán élenjáró szerepet töltött be a dízel és villamos vontatás elterjedésében. Az 1920-as évek végén Jendrassy György, a gyár mérnöke, egy megbízható, gazdaságos, gyorsjáratú, vasúti dízelmotor családot fejlesztett ki. A Ganz Jendrassy motorokat eleinte mellékvonali motorkocsikban alkalmazták, de 1934-ben elkészült az Árpád gyors motorkocsi, amely a gyárnak meghozta az igazi nemzetközi sikert. Az Árpád gyors motorkocsi városközi forgalomban közlekedett, és Budapest-Bécs között az utat 2 óra 57 perc alatt teljesítette. A meggyőző eredmények számos európai és tengeren túli megrendelést eredményeztek a Ganz gyár számára. Az 1920-as évektől napjainkig a gyár több mint 2600 motorkocsit gyártott. Természetesen a gyár legnagyobb megrendelői ma is a Magyar Vasutak. Az 1970-es években a fél évszázados mellékvonali motorkocsik pótlására a Magyar Államvasutak 40 6 részes motorvonatot vásárolt. A motorvonatok fővonali kényelmet hoztak a kis tengely nyomású mellékvonalakra, ugyanakkor 600 kW teljesítményű podgyászteres motorkocsijuk mozdonyként is használható. A Magyar Államvasutak dízelmozdonyainak nagyobb részét is a Ganz gyártotta. Így a gyár terméke az a több mint 100 darab dízel hidraulikus mozdony is, amely 16 tonna tengerterhelésével egyaránt alkalmas fő- és mellékvonalakon személyvonatok vontatására 100 km-es óránkénti sebességgel. A mozdony villamos vonatfűtő berendezéssel van ellátva a személykocsik fűtésére. Különleges műszaki megoldások jellemzik azt a dízel hidraulikus tolató mozdony, amelyet robbanás veszélyes környezetben végzett üzem céljára fejlesztettek ki. A mozdony olajfinomítókban és vegyi üzemben teljesít szolgálatot. Villamos berendezései nincsenek, a működtetése sűrített levegővel történik. Vízbefecskendezéses motorkipufogás és műanyag féktuskok küszöbölik ki a szikraképződés veszélyt. A Ganz gyár vezető szerepet játszott a váltakozó három villamos vasúti vontatásban. Századunk elején a gyár nevéhez fűződött a háromfázisú vontatási rendszer kifejlesztése, majd az első világháborút követően Kandó Kálmán, a gyár kiváló mérnöke, kifejlesztette az egyfázisú ipari frekvenciájú forgófázis átalakítós rendszert. Ezt a Kandó rendszert először a világon a Magyar Államvasutak vezette be Budapest és Hegyeshalom között 1932-ben. A statikus egyenirányítók megjelenésével a 25 kV 50 periódusú vontatási rendszer általánossá vált. A Ganz gyár és partnervállalata, a Ganz villamossági művek külföldi licenc alapján közel 400 darab szilícium egyenirányítós mozdony gyártott, amelyek ma is jellemzik a villamos vasúti vontatás Magyarországon. Az 1970-es években a Ganz is megkezdte a tirisztoros szabályozású mozdonyok gyártását. A VM 15 típusú 6-tengelyes fővonali mozdonyból eddig több mint 50 darab készült el. Ezek a 3700 kW teljesítményű mozdonyok egyaránt alkalmasak tehervonatok és hosszú nemzetközi személyvonatok vontatására.
A tolató és gurító dombi szolgálat ellátására fejlesztette ki a GANZ mozdony és vagongyár, a GANZ villamossági művekkel együttműködve. A 800 kW teljesítményű mozdony kialakítása a tolatási üzem követelményeinek megfelelően történt, de a jármű alkalmas tehervonatok továbbítására is. A VM16 típusjelű mozdonyból eddig mintegy 50 egység készült el. A Budapest környéki vasútvonalak személyforgalmának lebonyolítására fejlesztette ki a két gazgyár legutóbb azt a négy részű villamos motorvonatot, amelyen a legkorszerűbb teljesítmény elektronikát és vontatási rendszert alkalmazták. A vonat motorkocsiját tirisztoros inverterről táplált háromfázisú aszinkron vontató motorok hajtják. A motorvonatot a korszerű vontatási rendszer mellett a kiváló futási jellemzőkkel rendelkező forgóvázak és az esztétikus, kényelmes, belső berendezés jellemzi. A vonatból a két prototípus 18 darabos első sorozat követi. A gazgyár már korán az elmúlt évszázad végén részt vett a városi vasutak villamosításában. A gyár 1895-ben létesítette az első közúti villamosvasútját, és azóta mintegy 1600 darab villamos motorkocsit gyártott. A budapesti tömegközlekedés korszerűsítésére a gazgyárak 152 darab csuklós villamos gyártottak. A kényelmes, tágas villamoskocsik igen népszerűek az utazó közönség köreiben. Budapest legforgalmasabb útvonalán, a Nagykörúton a csuklószerelvények összekapcsolva kettős vezérléssel közlekednek. Egy ilyen 52 méter hosszú ikerszerelvény 400 utas szállít. Az európai kontinens első földalatti vasútja eredeti járműparkjának lecserélésére 23 darab csuklós földalatti szerelvény készült. Az 1896-ban épült vasút alagútjának szűk keresztmetszete nehéz feladat elé állította a tervezőket, de a gazgyár mérnökei és tervezői kiválóan oldották meg a feladatot ennek a különleges járműnek a megalkotásával. A korszerű gyors nagyvárosi tömegközlekedés eszköze a föld alatti gyorsvasút a metró. Budapesten két metróvonal üzemel, amelyeket naponta közel 1 millió utas vesz igénybe. A járműpark korszerűsítésére és a bővülő hálózat igényeinek a hatására fejlesztették ki a hatkocsiból álló új GANZ metró szerelvényt. A tágas korszerű kocsik az egyenáramú szaggatós szabályozás eredményeként gazdaságosak, energiát takarítanak meg. A légrugós forgóvázak csökkentik a zajt, és biztosítják a terheléstől független állandó padlómagasságot. A kocsinként beépített 560 kW motorteljesítmény nagy gyorsító képességet biztosít. A tágas kétszárnyú lengőtolóajtók teszik lehetővé a gyors utas cserét. A GANZ dízel járművek nagyszámban üzemeltek a környező országokban, így Csehszlovákiában, Lengyelországban, Romániában és Bulgáriában.
Jugoszláviában a korábbi dízel motorkocsi szállításokat több mint 100 darab dízel villamos tolatómozdony követte. A legutóbbi változat a 660 kW teljesítményű tolató és átállító mozdony, amelybe korszerű pillstick rendszerű dízelmotor és elektronikus szabályozás lett beépítve. Ebből a típusból 30 darab üzemel a jugoszláv vasutaknál. A villamosított jugoszláviai vasutakra 50 darab tirisztoros szabályozású villamos motorvonatot gyártott a gazgyár. A Zágráb és Szarajevó környékén üzemelő vonatok két változatban készültek elővárosi és városközi forgalomra. A luxus kivitelű városközi vonatok látták el az 1984. évi szarajevói téli olimpiai játékok vasúti személyforgalmát. A vonat kocsijában csak első osztályú ülések voltak. Mozgó utasellátás, televízió és tárgyalóhelyiség fokozta az utas kényelmet. A formai kialakítás formatermezői díjat nyert. A szovjet vasutak a gazgyár motorvonatainak legnagyobb vásárlója, amely összesen 714 motorvonat szerelvény, közte 605 darab négyrészű elővárosi vonatot állított forgalomba. A D1 sorozatú motorvonatok a világ legnagyobb számban gyártott dízel vonatai. A Szovjetunió 1945 és 1988 között összesen több mint 8500 vasúti járművet, köztük gőz- és dízelmozdonyokat, villamos bányamozdonyokat és teherkocsikat szerzett be a gazgyártól és elődeitől. Spanyolországban fél évszázada az első dízel motorkocsi szállítások után újból megjelent a GANZ név. A bilbaói Babcock Wilcox gyár GANZ tervek alapján licencben villamos motorvonatokat gyártott a Feve keskeny nyomtávú vasút megrendelésére. A vonatok Valencia város környékén üzemelnek. Görögországban GANZ dízel mozdonyok és motorvonatok üzemelnek. Az 1325 kW teljesítményű dízel hidraulikus mozdonyok fő feladata személyvonatok továbbítása. Ezért villamos vonatfutó berendezéssel vannak ellátva és alkalmasak csigavonali közlekedésre. Két mozdony összekapcsolva és együtt vezérelve tehervonatok vontatására is alkalmas a hegyi pályákon. GANZ motorvonatok teljesítenek szolgálatot a görög vasutak szabványos és méteres nyomtávolságú vasútvonalain. A Festav méteres nyomtávolságú Peloponnesus vasúton 14 GANZ vonat üzemel, amelyek nagy emelkedőkön és lejtőkön közlekednek, ezért nagy fajlagos motor teljesítménnyel és hidraulikus sebességtartó fékkel vannak ellátva. A GANZ mozdony és vagongyár elődjének, a GANZ mávagnak legmegbízhatóbb dízel mozdony típusa a 440 kW teljesítményű dízel villamos tolató mozdony. Ebből 1000 darabot gyártottak 9 ország vasútjai és iparai számára. Törökországban a Karabük acélműben is ilyen mozdonyok látják el a vasúti vontatási feladatokat. Egyiptom a GANZ termékek egyik hagyományos piaca. A gyár termékei jellegzetesek az egyiptomi vasutakon. A vasút a GANZ univerzális forgóvázat fogadta el szabványos személykocsi forgóvázáról. Az egyiptomi vasutak által beszerzett luxus motorvonatok minőségi változást hoztak a személyforgalomban. Az utazó közönség körében hamar népszerűvé vált vonatok mintájára az egyiptomiak a magas utaskényelmi járműveket Makharinak, magyarnak nevezték el. Az egyiptomi vasutak mellett egy alexandriai tömegközlekedési vállalat és GANZ járműveket állított forgalomba a közelmúltban. A 15 darab Iker közúti villamoskocsi három gyár együttműködésének eredménye. A járműszerkezet a GANZ mozdony és